Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen. Egy érdekes megállót fogok nektek most bemutatni ebben a vlogban, aminek igazából semmi értelme nincsen, csak itt van, ez pedig itt van a 3-as villamosnál a Telepes utcai megálló. Nézzétek csak meg, hogy... Itt vannak a sínek, itt jár a villamos, és ráadásul a felújítás után is visszaépítették ide. Egy magasított peront is kapott ez a megálló, ami igazából semmi értelme nincsen, mert nézzétek meg, itt nincs a környéken sem. Hát, na, mindjárt kijövünk ide a sínek szélére, hogy itt mellette van egy erdő, aminek elég rossz híre van, mert tele van drogosokkal, meg csövesekkel, de... És hát itt maximum ők szállnak le. De közben jön is egy szerelvény, tehát ezt sokszor lehet is látni, ugye, hogy itt nem is áll meg a villamos, mert nyilván, hogyha nincs leszálló, nem áll meg. Mint ahogy itt is megállás nélkül alad át. Nem így megáll? Nem áll meg. Mert igazából nincs miért, tehát nincs a környéken semmi. Tehát a legközelebbi, hogyha erre elmegyünk, ott van a háttérben egy autómosó, de az is már bezárt több éve. Itt már csak romos épületnek, meg van ott egy utca befele, de ott is csak romos házak vannak, meg ez az erdő. És ott van még az a szolgálati lakás. Ebben meg aztán vasúti dolgozók laknak, de hát az meg ugye nyilván Kőbánya felsőhöz, meg Éles Sarokhoz is közelebb van. Tehát ők se használják ezt a megállót. És hát itt igazából nincs semmi. Hát nézzétek meg. És egyébként ez egy buszmegálló is van itt, hát annak is semmi értelme, mert buszmegálló szoktak itt megállni. Nézzétek, ennyi. Tehát ez egy kis érdekesség, tehát az én megálló, aminek nincs semmi értelme, de itt van. Gyakorlatilag nem használja senki. És van itt egy ilyen hangos beszélés, meg az is lehet, hogy működik. De ja, nem infópont, csak itt lehet bemondani, hogyha valami rendkívüli vágányzál van, vagy hasonló közlekedés. De mindjárt megnézzük, hát ennyi az egész megáll, rendesen kiépült itt a viakorodos peron. Egy biztonsági sávval mindennel. Pedig ezt, amikor a 3-as illamos felújították, ezt meg lehetett volna szüntetni, minden gond nélkül. Ja, itt van kirakott menetrend is. Ez az a megálló, aminek semmi értelme nincs. Úgyhogy hát akkor ez a kis videó az ennyi lett volna, akkor köszönöm, hogy megnéztétek, hogy tudjátok, like, dislike, lehet kommentet is írni, és mondom, bármit tudtok erről a megállóról, hogy egyáltalán miért van itt, vagy miért építették ide, akkor szóljatok. Vagy hát írjátok le, mert nem mondom, innen a helyszínről nézve tényleg semmi értelme nincsen. Gyakorlatilag alig száll le, tehát nem száll le, és se le se föl senki, környéken nincs semmi. Hát, ha bármit tudtok, akkor komment, oda le, alá. Jó, csüssz.